Aláírta az együttműködési megállapodást az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem és egy közismert magyar bank. A megkötetett szerződés kölcsönös segítséget jelent mindkét fél számára. A pénzügyi cég nyitott arra, hogy az adott szakirányban tanuló diákoknak gyakorlati képzést biztosítson és előadásokat tartson a hallgatók számára. Abban is elkötelezettek vagyunk, hogy a pénzügyi tudatosság és a pénzügyi edukáció fejlesztése érdekében olyan ösztönző programokat, tanulmányi ösztöndíjjal összekötött programokat indítsunk, ami hozzájárul ahhoz, hogy az egyetemről kikerülő hallgatók minél inkább szabadabban, kényelmesebben tudják intézni a pénzügyeiket. Az egyetem egyébként is igyekszik jó kapcsolatot kialakítani a helyi és országos vállalatokkal. A szerződéskötésen elhangzott, hogy az oktatási intézmény örül annak, hogy egy olyan bankkal sikerült megállapodást kötni, mely a magyar nemzetgazdaság versenyképességének fejlesztésén dolgozik. Régió cégeivel, vállalkozásaival, de ne csak a régió, hanem az ország meghatározó cégeivel, vállalkozásaival egyfajta tudásátadást, úgy szoktuk mondani, hogy tudástranszfert hajtson végre. Ez azt is jelenti, hogy nem csak az egyetem ad, hanem oda-vissza történik a tudásátadás, hiszen amit a cégek, vállalkozások, szakemberei tudnak, azt jó, ha oktatás vonatkozásában ők adják át a hallgatóinknak. Az egyetem rektora szerint az együttműködési megállapodásban mind az oktatási intézmény, mind a bank nyertesen jön ki, hiszen az Eszterházy teret ad a pénzügyi tudatosság fejlesztésének, az edukációnak, a pénzügyi cég pedig a leendő alkalmazottainak ad biztos tudást.